Köszöntöm a kezdőkör nézőit. Már javában zajlanak a női kézilabda NB1 küzdelmei. A nyáron megerősített Tappe Békés Csabai Előre NKS-e adásunk felvételének időpontjában egy győzelemmel és egy döntetlennel a 12. helyen áll. Itt van velem a csapat vezetőedzője Rácz Sándor, akivel az elmúlt időszakról és a célokról fogunk beszélgetni. Szia, köszöntelek a stúdióban. Én is köszöntelek titeket. Ugye tavaly bennmaradt a csapat az NB1-ben, nem volt egyszerű, ez is azt mutatja, hogy nyáron meg kellett elősíteni ezt a csapatot? Úgy van, tavaly bennmaradtunk, és tudtuk, hogy meg kell erősítsük, hogy ugyan tavaly nagyon sok fiatal játékos bejött a csapatba, volt ez a sérülés a Máró Agbabának, és alig vártuk, hogy befejeződjön a bajnokság, és hogy meghúzzuk, hogy bennmaradjunk a ligába. Hogyan sikerült a nyári felkészülés? Hát meg vagyok elégedve a csapattal, sokkal erősebbek vagyok, mint tavaly. Minden poszton van kettő játékos. Most egyetlen lett ez, hogy a Dorcia kapus megsérült az első mérkőzésen. Ott maradtunk egyetlen a kapus egy, de a másik minden helyen poszton van kettő játékosunk. 6 mérkőzést telt eddig a bajnokságból, játszottatok a Fradival, a Győrrel, meg a Mosonmagyaróvárral, tavalyi bajnokság első 3 helyezettje. Van már egy győzelem, egy döntetlen, az eddigi teljesítménnyel mennyire vagy elégedett? Hát meg is vagyok, meg nem is vagyok megelégedve, mert most Móvár ellen csináltunk egy jó mérkőzést, lehetett volna valamit. Az első mérkőzés Szombathelyen, azt elbuktunk, de jó csapat ellen. De én azt gondolom, hogy a mi csapatunk sokkal erősebb, mint tavaly, és gondolok sokkal jobb eredményeket az idén, mint tavaly. Miben kell fejlődni a csapatnak? Hát mostan már csak hogy összejátszás, mert van 3-4 új játékos, azt az öreg játékosok már tudják, hogy mit, hogy összekomponáljuk a csapatot, és egy jó küzdelemmel azt gondolom, hogy bírunk szépet várni ebbe az évbe a csapaton. Mennyire bő ez a keret, lehet sort cserélni? Lehet, én most az utolsó mérkőzésen nagyon meg voltam elégedve a csapattal, mert elsőben, amit én értem, azt csináltam meccbe 10-valahány év ezelőtt, a 11. vagy 16. perc körül elkezdtem cserélni, úgyhogy az egész csapatot 12 játékosba bírtam dobni, bírtuk tartani a tempót, és azt nem bírtam csinálni tavaly. A fiatalok kaphatnak-e lehetőséget? Ugye Békés Csabán mindig számtalan fiatal van a csapatban. Hát kapnak, hát mostan úgy van, hogy játszanak fele-fele, úgyhogy mindenki, aki itt van a csapatban, az kap lehetőséget. A többiek, az ellenfelek mennyit erősödtek a nyáron? Az idén az bajnokság erősebb, mert tavaly volt ez a Neka, és egy kicsit gyöngébbek voltak, mint mink, hogy Jakomás Kozár Misle. Az idén van 12 csapat, aki mindenkit megbír verni. Igazából csak 2 nagy csapat van, 2 Európa meg lett legjobb csapatja, Ferencváros és Győr, de a többiek bírnak csinálni. Móvár is elbukott 2 mérkőzést, amit nem volt volna neki szabad, de az az ő problémjuk. Mink is ott voltunk, hogy játszunk, tavaly nem lett ott ilyesmi. Most az Európa bajnokság miatt lesz egy hosszabb szünet a bajnokságban, ez mire lehet jó? Ez nem a legjobb mi nekünk, mert van 3, meg lett 4 válogatott játékosunk, úgyhogy ott egy kicsit elvesztünk a többi játékos főkészül, játszunk majd barátságos mérkőzéseket, minden, de az mi nekünk a nem a legjobb, ha nem volna válogatott játékos, akkor jól jönne. Ugye látva a karrieredet, hosszú éveket dolgoztál Franciaországban, ez a magyar bajnokság ahhoz képest milyen? Hát én azt gondolom, hogy a 2 legjobb bajnokság Európában a Magyarország és a Francia. Ott is van 2-3 nagyon jó csapat, Metz, Brest, egy pillanatban volt a Nantes, van 3-4, és a többi olyan szinten, mint mi nálunk, úgyhogy ez tényleg jó bajnokság, Magyarország bajnokság. Ugye a Metz az híres csapat, de ezen kívül számos kis csapatnál dolgoztál, és őket próbáltad feljebb juttatni, vagy éppen bent tartani az első osztályban. A Békés Csaba is egy ilyen együttes, pont emiatt szeretsz itt dolgozni? Hát szeretek, és pont már ma gondoskodtam egy kicsit arról. Én szerettem nagyon a kupákat, kupamérkőzéseket, a karrieromban sok troféit hoztam, de 14 kupát hoztam.
azt jelenti, hogy döntőbe voltam egy 15-16 szó, elbuktam egy 5-6-ot, nem számoltam pontosan ki, de 11-et megnyertem, amikor kisebb csapatban voltam, sokszor ott köl is kupába egy kis szerencse is, de úgy látszik, hogy szerencsés is voltam, úgyhogy sok kupát nyertem és szeretem. Bajnokságot, ha egyszer megnyertem, azt muszáj megnyerni. De a kisebb csapattal mindig néztem, hogy minél tovább menjek a kupába. Itthon is van kupa Magyarországon, abban a sorozatban mi lehet a cél? Hát az az én célom volt, mondom, Toulon néhány évvel ezelőtt, aki olyan csapat, mint Békés csapat, velem voltam 9.-10. helyen, beütöttem a döntőbe kikaptunk Brestű 15.000 néző ellen, azt jelenti, hogy kupába kölyök kis szerencse, és akkor egy kis tudás is, amikor csak egy mérkőzésről van szó. Azt csináltam Afrikában is, volt egy csapat, Esperance erősebb volt tőlünk, de 4 kupából 3-szor megnyertem ellenük. Azért, mert egy mérkőzés mindig meg lehet csinálni. Itt is ugye a Ferencváros és a Győr az elsődleges ellenfél. Őket esetleg a kupában meg lehetne fogni? Hát azt mondom, hogy kupába kölődjön szerencse, hogy játszanak előtte Győr és Ferencváros, kiessen valaki, és akkor egy kis szerencsére a 4 közé be lehet jutni, és azután lehet valamit csinálni, hogy legalább a döntőig oda lehet érni. Mennyire volt az álmod az, hogy Magyarországon dolgoz? Hát már régóta volt, akartam visszajönni Magyarországon, az is kértem az állampolgárságot egy 5 éve ezelőtt, és nagyon örülök, hogy jöttem Magyarországra dolgozni. Békés Csabán, milyen célokat tűztetek ki, ugye ez a második szezon? Hát az idén kellene, hogy stabilabb csapat legyen. Most nem volt tényleg szerencsénk a sorsolásra, mert megint megyünk 2 mérkőzés ki. 8 első mérkőzésből 6-ot játszunk kint. Csak 2-t otthon, 1-et Móváros. És ez egy kicsit nem jobb pszichológus, hogy miatt a játékosok, hogy nehogy elvesszük a motivációt, de azután lesz nagyon sok mérkőzés, úgyhogy egész tavasszal majdnem mindig itthon játszunk. Igen, és a bajnokság hajrájában az, hogy tavasszal itthon játszik a csapat, az szerintem sokat segíthet, főleg egy ilyen közönség. Hát én nagyon meg vagyok elégedve a közönsége, most is Móvár ellen csináltak mindent, tartottuk 54.-5. percig, ott voltunk 1-2 gól, de mégis kijött a végén, hogy Móvár erősebb még minket, azért buktuk el. Anyagilag sokat erősödött a csapat az elmúlt időszakhoz képest. Abban az esetben, hogyha már látszódna, hogy biztosan bennmarad az első osztályban az együttes, akkor könnyebb lenne igazolni tavasszal a következő évben? Hát azt gondolom, mert nem vagyok az, hogy az egész csapatot cserélni. Egy jó csapat az mindig cserél 2-3 játékost. Hozunk 3 új játékos, aki muszáj, hogy hozzon valamit a csapatnak. Az, hogy csak cseréljünk, az nem a legnagyobb. Az a dolog, hogyha jön egy új játékos, az kell, hogy erősebb legyen, mint attól a játékos, aki majd elmegy. Mi az elképzelésed? Mi jellemzi főleg a csapatodat? Hát az elképzelésem az idén meg vagyok elégedve, mert bírtam többfajta védelmet játszani. Már az utolsó mérkőzésen láttuk, azt már próbáltuk néhány szó, bírunk játszani egy 6-0-ast, 5-1-est, 4-2-est is próbáltunk játszani, és avval gondolom, hogy mehetünk előre, bírunk már nyerni mérkőzéseket, és nem kellim nekünk nagyon sok, én azt gondolom, hogy ez a csapat jó, csak hogy legyünk, hogy ne legyen sérülés. Mennyi gólt kell dobni egy meccsen ahhoz, hogy a csapat nyerjen? Ugye hallottunk már nálad erről a 30-35 gólos határól. Hát azt csináltam egyszer, itt is odérünk, de nem vagyunk még messze vagyunk attól, de gondolom, hogy én nekem ebben a csapatban még hiányzik azok a gólok, a könnyű gólok kontrából. Ott még bírunk sokat, ja, biztos, hogy bírunk még fejlődni. Láttuk már olyat is a csapatnál, hogy vezetett 2-3 góllal, de aztán nem tudta megtartani. Miben kell ehhez a lányoknak változtatni, hogy ez változzon? Hát azt gondolom, hogy az idén nem lesz úgy, már az idén jobbak vagyunk pszichológia, nem tudom, hogy mondják, és az idén már azt megcsináltuk Budaörsön, ahol 2-3 góllal voltunk hátra, 50-valahány percben visszajöttük a mérkőzésbe, úgyhogy azt gondolom, hogy az idén a csapat más miatt.
Esetleg helyezésben van elképzelésetek, hogy hol szeretitek végezni a bajnokság végén? Hát én szeretnék biztos az első 8-9, az volna tényleg én nekem, akkor azt gondolom, hogy jó munkát csináltuk. Köszönjük szépen, bízunk a sikerekben. Köszönöm én is a meghívást. Kezdőkör magazinunkat látták. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!